Gyurcsány Ferenc szerint az önkény urát, ahogy Orbán Viktort nevezte, jövőre a jog eszközével választásokon kell leváltani. Ugyancsak a Pilvax közben az LMP társelnöke Szél Bernadett arról beszélt, hogy ma a paksi bővítés ügye veszélyezteti Magyarország függetlenségét és önrendelkezési szabadságát. Merjetek szabadok lenni, tudjatok jó magyarok lenni, akarjatok európaiak lenni. Az európai értékek közül az emberi méltóság tiszteletét emelte ki a volt miniszterelnök. Szerinte ez az, amit a mai kormány sútba dobott, és 7 év alatt feldúlta a demokratikus jogok és intézmények uralmát, vagyis a szabadság jelképeit. Mit ér a jog, hogyha az nem társul lehetőséggel? Mit ér a jog, hogyha ahhoz van jogod, hogy meghalj? Olyan országot akarunk, ahol nem csak halni, hanem élni is lehet. A demokratikus koalíció elnöke méltányos bérek, nyugdíjak, oktatás és egészségügyi ellátás kikövetelésére bátorított. Végül küzdelemre szólította fel a DK szimpatizásait. Bár az alaptörvényt nem tekintjük legitimnek, az alkotmányosság alapvető gondolatát, a békés és a stabilitás megőrzését alapvető nemzeti és hazafias kötelezettségének tartjuk. El kell kergetni az önkényurát, de a jog eszközével, választások útján. Ugyancsak a Pilvax közben a legendás kávéház helyén működő étteremben tartott megemlékezést az LMP. Szél Bernadett szerint ma a paksi bővítés ügye az, amely megpecsételheti az ország későbbi cselekvési és döntési szabadságát. Olyan kérdéseket feszegetünk ezzel a témával, hogy alárendelhetjük-e önszántónkból a jövőnk szabadságát egy olyan erőnek, illetve olyan erőknek, amivel egyszerűen nem bírunk. Oda dobhatjuk-e az önrendelkezésünket, a szuverenitásunkat olyanoknak, akihez nem a bizalom, az összetartozás fűz, hanem csak gyorsan változó pillanatnyi érdekek. Hadházi Ákos arról beszélt, hogy már most is zajlanak kis forradalmak a kormány leváltására. Szerinte azonban a Fidesz is egyre durvább eszközökhöz nyúl. Az uszító propaganda, a dezinformációs hadjáratok, a sajtónak, a független sajtónak a bedarálása, a választási szabályok átírása olyan, mint a drog. Mindig több kell belőle, hogy mindig elérje a kellő hatást. Az LMP társelnöke végül 2 mondatba sűrítette programját. Azt mondta, alattvalók helyett polgárokat és művelt embereket szeretne ebben az országban.